A Patara keretében több komoly zenei koncertet is hallgathatott a közönség. A Musica Nostra kórus a Szentkereszt plébánia templomban pünkösdi dallamokkal örvendeztette meg a hallgatóságot. 1994-ben alakultunk. A tagjaink jó része akkoriban még az ELTE zenei tanszéknek a diákja volt. Ma is vannak olyanok, akik az ELTE-n tanulnak jelenleg, de a tagságnak a javarésze a kulturális élet különböző területein dolgozik. És hát tavaly volt a 20 éves évfordulónk. Nagyon sok kortárs darabot énekelünk, ugye a mai koncerten is sok kortárs darab volt, de a kortárs darabokból mindig olyat választunk, ami a közönségnek is kellemesen hallgatható, tehát nem nagyon nehéz darabokat. Sok egyházzenét énekelünk, de énekelünk világi darabokat is, ugye most ebből a mai napon nem lehetett hallani, mert a templomhoz, a szentséghez kerestük a műsort mindenképpen. Nagyon ismerem a kórus tagjaimat, és látom rajtuk, hogyha valamit szívesen énekelnek, akkor olyasmit próbálok keresni nekik, és hát azt is látom, hogyha valamit annyira nem szívesen, és akkor azokat igyekszem kikerülni, azokat a típusú zenéket, amik nem annyira van kedvükre. Mindenképpen próbáltunk a húsvéti, illetve a pünkösdi időszaknak megfelelni, tehát amit a misén énekeltünk, az konkrétan kapcsolódott a pünkösthöz, és hát végül is a koncertműsorunkban is olyan jellegű dolgokat kerestünk, ami ehhez az egyházévnek, ehhez az időszakához kapcsolódik mindenképpen. A kórus tulajdonképpen egy rétegnek a kedvelése, a kórus éneklés és a kórusokat meghallgatni. Tehát nem olyasfajta hatalmas közönségünk van, mint akár a könnyű zenének, vagy akár a szimfonikus zenének, de azért nem panaszkodhatunk, mert végül is a vonzáskör az előbb-utóbb kialakul, és van egy jó kis közönségünk. Itt is most sok ismerős volt Tatán. Szép számmal volt kíváncsi a tatai közönség az ELTE kórusára, amely sok értékes díjat nyert már fennállása óta. 5 önálló CD felvétellel is rendelkeznek.